Köszöntöm az Oxygen Music nézői, Csarel Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Szombat óta töltik a homokzsákokat Gönyűn, hogy megakadályozzák a vízbetörését a település kritikus pontjain. Önállóan védekeznek, a munkát a vízügy mellett a polgármester koordinálja. Már eddig is több száz ember tudtak mozgósítani, akik ha szükség van rájuk, azonnal indulnak, hogy segítsenek. Jó! Homokzsákokat pakolnak az önkéntesek Gönyűn. Szervezetten zajlik a munka, a sok dolgos kéznek köszönhetően hamar megtelnek a traktorok. Amint megjelenik a felhívás, azonnal érkezik a segítség. Azért nem félünk, mert összetartunk. Korra nemre való tekintet nélkül mindenki segít, nem csak a homokzsákok megtöltésében, pakolásában, hanem az elhelyezésükben is. A nyugdíjas klubtól kezdve a Vörös Keresztig, a polgárőrségig mindenki itt van. Főként homokzsákokat raknak, és fölrakják a kocsikra, amit a helyszíneken viszont kirakják a gátak, vagy hát a árvíz ellen. Sokat számít az is, hogy az információ gyorsabban eljut az emberekhez, mint a 2013-as nagy árvíz idején, ami a felkészültségben is érezteti hatását. Most sokkal jobb az információ áramlás, akkor nem voltunk ennyire fölkészülve, mint most. Most jóval előbb föl vannak készülve az emberek, meg a mindenki föl van jobban készülve, mert sokkal jobb az információ áramlás, mint annak előtte 13-ban. A jelenlegi előrejelzések szerint a vízszint nem éri el a 11 évvel ezelőtti magasságot, a tetőzést körülbelül 60 cm-rel alacsonyabban várják. Most olyan 800 körül mondanak, tehát egy 60 centivel azért kisebb lesz. És itt, ahol állunk, akkor az víz alá fog kerülni, vagy egyébként nem. Tehát ide nem jön fel a víz. Hát itt a partfaltól körülbelül egy 3 méterre lesz majd a víz. Tehát arra kell számítani. Ezt a folyóparti éttermet azonban már elöntötte a Duna. A polgármester azt mondja, pénteken rendelték el a veszélyhelyzetet, és már szombaton elkezdték tölteni a homokzsákokat. Ide rendeltünk 60-70 köbméter homokot, 15 ezer homokzsákot, aztán még 10 000-et, úgyhogy mi tulajdonképpen 3 nap óta már homokzsákolunk. Annak az az eredménye, hogy nagyjából most a falu mind olyan szinten van homokzsákkal megrakva, hogy talán nem kell többet. A gönyűiek abban bíznak, nem lesz szükség több segítségre, ha azonban mégis, arra is jut homokzsák és elegendő ember is. Az első 3 nap ráadásul esett az eső, meg hideg is volt. Körülbelül 300-an voltak itt naponta, akik dolgoztak. Ugye több váltásban, mert többször át kellett öltözni. Tehát szakadó esőben, 10-12 fokos hőmérséklet mellett itt rakták az emberek reggeltől estig a homokzsákot. Szerencsére most már jó idő van. Hát most már megraktunk mindent, amit meg kellett. De hát ez most így jött össze, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a segítséget. Ott jártunkkor 6,5 méter volt Gönyűnél a Duna vízszintje, ami a következő napokban tovább emelkedik. Major Gábor szerint a kritikus pontokon már kint vannak a homokzsákok. Azt remélik, nem lesznek újabb helyek, ahol utat törhet magának a víz. A Duna teljes felső szakaszán védekeznek az érkező hatalmas árhullám ellen. Folyamatosan erősítik és magasítják a töltéseket. Üzembe helyezték a mobil gátakat is, amelyeknek köszönhetően az érintett több kilométeres szakaszokon nincs szükség homokzsákokra. A sziget közben már 3-fokú a készültség, és a szakemberek lassú apadásra számítanak. Mindent előkészítettek a Lajta szükség tározójának megnyitásához, hogy annak elöntésével csökkentsék a tetőző folyó szintjét, ha erre szükség lesz. A Hegyeshalomhoz tartozó Mária-liget mellett kijelölt területen, amely magán és állami kézben is van, már betakarították a terményt, így nagy kárt nem okoz majd a ráengedett víz. Vízügyes szakemberek koordinálásával a csatorna bal partján homokzsákos nyúlgát építés zajlik. A munkát számtalan önkéntes és 200 katona is segíti. Nyúlgátat építenek, homokzsákokat pakolnak a Mosoni Duna menti Dunaszentpálon, ahol nyáron elhunyt a település polgármestere, az időközi választás időpontja viszont még nem ismert. Árvíz idején fontos szerepe van a polgármestereknek egyes feladatok koordinálásában, az önkéntesek szervezésében. Itt is a vízügyesek és az irányító hatóság végzi a szakmai munkát. A napokban homokzsákokat kellett már tölteni, amelyben tűzoltók is segédkeztek.
elhalasztja akadémiai napját, és az árvízi védekezés segítésére koncentrál a Győri Széchenyi István Egyetem. Közleményükben azt írják, a Dunán és mellékfolyóin érkező rendkívüli árhullám miatt összefogásra van szükség, annak érdekében, hogy se emberéletben, se vagyoni értékben ne essen kár. Éppen ezért az egyetem önkéntes hallgatókat és munkatársakat toboroz az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság munkájának segítésére. A Mosoni Duna közelében lévő Győri Campus kollégiumában pedig szállást biztosít az ország más területeiről érkezett vízügyi szakembereknek. Rendkívüli segélyakciót indított a Katolikus Caritas a harmadfokú dunai árvíz helyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadít fel vészhelyzeti keretéből. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakít ki, és adománygyűjtést hirdet az árvízi védekezés és kármentés támogatására. A humanitárius szervezet készenlétbe helyezi katasztrófa és veszélyhelyzeti csapatát is. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy 39 éves nővel szemben, aki a fénysorompó piros jelzése ellenére kerékpározott a vonat elé. Egy fertőtt környéki településen biciklizett hazafelé a munkából, amikor a tilos jelzést és a közeledő vonatot figyelmen kívül hagyva, a fénysorompót kikerülve a mozdony előtt hajtott át az átjáron. A vonatvezető dudált és azonnal fékezett, de csak 312 méter fékút után tudott megállni. Mindössze néhány centiméteren múlt a tragédia. Egy ilyen vészfékezés miatt veszélybe kerülhet az utasok testi épsége is. Személyi sérülés azonban most nem történt. Az ügyészség a nőt a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésével vádolta meg. Vele szemben 3 év szabadságvesztés is kiszabható. Különböző kedvezményekkel és programokkal készül a MÁV Volán csoport az Európai Mobilitási Héten. A közösségi közlekedés népszerűsítése érdekében a MÁV Start és a Gyesev járatain utazó kerékpárjukat egész héten díjmentesen szállíthatják, szeptember 22-én vasárnap pedig a MÁV Volán csoport és a Gyesev helyközi járatain korlátlanul lehet utazni az autómentes jeggyel. Megkezdődött a civil véradási hét, péntekig országszerte több mint 90 helyszínen várják a véradókat. Győrben is számítanak rájuk, helyi önkéntes és civil közösségek vezetői is részt vesznek a szervezésben, hogy minél több embert mozgósítsanak. A kórházaknak napi 1300-1500 egységnyi vérre van szükségük a biztonságos betegellátáshoz. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt az Oxygen Musicon. A zenék mellett ma gazdasági magazinunkkal várjuk Önöket. Ha lemaradtak adásunkról, keressék a műsort honlapunkon magazinjaink között. További friss híreinket és tudósításainkat is megtalálják a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzom, a viszontlátásra. Szerdán gyengén és közepesen felhős tájak egyaránt lehetnek, néhány futózápor is előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkülhet. Hajnalban 7-14, a délutáni órákban 21-26 fok valószínű. Csütörtökön általában gyengén felhőségre számíthatunk, csapadékra nem kell készülni, a minimum 6-13, a maximum hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Pénteken általában gyengén felhős lesz az ég, a hajnali 5-13 fokról 21 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.